Múzeumában tartott a 9. kulturális találkozóját a mozgáskorlátozottak Sárospatak és Zemplén térségi egyesülete. A rendezvény évről évre kettős célt szolgál. Egyrészt alkalmat teremt a sorstársak találkozására, másrészt bemutatja azt, hogy a fogyatékkal élők milyen értékeket hordoznak magukban. Az egyesületnek már az életében ez egy szín volt, és már az idén több helyre pályáztunk. Jelenleg is várunk egy pályázat eredményt a kulturális találkozóval kapcsolatosan, de az utolsó elnökségi ülésen úgy döntöttünk, hogy hanyar a pályázatunk, hanem mindenféleképpen megvalósítjuk ezt a kulturális találkozót. Én nekem az a tapasztalatom, hogy nagy rá az igény, többen érdeklődtek, hogy lesz-e kulturális találkozó, ami talán egy picit szomorú, hogy elég későre tettük, tehát lehet is látni, hogy kicsit kevesebb kiállítónk van, mint a korábbi időszakban, de a jövőben szeretnénk ezt azért jóval korábban, és szeretnénk visszatérni a márciusi időpontra, tehát úgy gondolom, hogy a március a kultúrának a tavasszal együtt, ez szerintem egy sokkal jobb időpont lenne későbbiek folyamán. Azt már megszokhattuk, hogy nagyon sok felől érkeznek ilyenkor előadók. Jelen esetben mennyien jöttek el, illetve milyen produkciókkal? Hát a produkció az vegyes. Ugye természetesen mi büszkék vagyunk sorstársainkra, mint azokra, akik bármilyen értéket, bármilyen terméket állítanak elő, akár legyen ez költő, legyen ez kézműves, legyen ez énekes, tehát elég széles repertoár lesz. Ugyanakkor mi azért kicsit odafigyelünk az esélyegyenlőségre is, és természetesen lesznek épek egészségesek is, és elsősorban táncosok, akik ugye színesítik a mai kulturális találkozónkat. Egy ilyen rendezvény mennyire segít hidat építeni az ép és egészségesek között, illetve a fogyatékkal élők között? Én úgy gondolom, hogy erre szükség van. Tehát nekünk meg kell mutatnunk magunkat egy másik oldalról, és úgy gondolom, hogy valahol a társadalomban élő épegészséges emberek is szívesebben befogadnak bennünket, ha más oldalról is megmutatjuk magunkat. Én úgy gondolom, hogy erre nagyon nagy szükség van. Karácsony. Drága ajándék, nem boldogít. Boldogabb az, aki a másikon segít. Fagyos a levegő a fenyőfa körül, amikor a család egymásnak nem örül. Karácsony. Milyen édes annak kalácsa, aki ha süti, szívét is beleadja. Kesernyés a hatalmas ünnepi torta, ha azt valaki nem szeretettel adja. Karácsony. Nem lenne szabad gyűlölködni, bízni kell és megbocsájtani is tudni. Segít a jó szándék és az őszintesség, bánattal jár, hogy őz a sértett büszkeség. Karácsony. Egyetlen szó, de mennyit jelent? A szívedben megremeg valami ott bent. Gyertyám, imbolygó kis lány, amire elég, talán a kőszívekről leolvad a jég. Karácsony. Légy jó, ne csak most, egész évben. Ne nyis utat a gonoszságnak lelkedbe. Te légy őrzője a szeretet lángjának, mikor már az ünnep fényei kihunnak. A mai nap az kimondottan a kultúráról szól. Úgy gondolom, hogy nagyon sokan vannak, akik úgy jönnek el ide, hogy talán egy évvel ezelőtt ki sem mozdultak. Ha már ezt egyszer egy évben megtesszük, akkor már azt mondom, hogy jót csináltunk. Ilyenkor születnek-e kapcsolatok, vannak-e olyan barátságok esetleg kialakulóban, amit nem csak így a kulturális találkozókon évente egyszer ápolnak az itt megjelentek, hanem évfolyamán is tartják egymás között a kapcsolatot. Igen, szövődnek barátságok, mondhatnám azt, hogy ilyen művészeti barátságok, ápolják is ezeket egymással. Alapvetően nekem az is a szándékom, hogy egy picikét nyomon is kövessük őket, hogy hogyan fejlődnek, mi történt velük az elmúlt egy év során. Sokszor tapasztaltam, hogy bizonyos tudásokat, bizonyos fogásokat próbálják egymást segíteni a sorstársak, aminek én nagyon-nagyon örülök. Bodnár László neve sokak számára ismerősen cseng. A Fiatal Sátor aljaújhelyi költőnek már több verses kötete megjelent, és a kulturális találkozónak is visszatérő vendége. Nagyon örülök, hogy mindig meghívnak erre a kulturális találkozóra. Minden évben szerepelhetek a verseimmel. A mai napon nem én fogok a színpadra állni, hanem Feró István barátom fog néhány verset elmondani, majd a
nyáron megjelent kötetemből. Milyen verseket választottál a mai napra? Azt gondolom, hogy színesen próbáltam összeválogatni az anyagot, ami majd ma is elhangzik. Lesznek benne szerelmes versek, lesznek benne játékos versek, tehát többféle témába próbáltam 4-5 verset összeválogatni. Gondolom, már sokszor megkérdezték tőled azt, hogy honnan fakadnak ezek a versek belőled, de ezt én is szeretném most megkérdezni. Azt hiszem, hogy a minden alkotó a lelkéből ír, vagy alkot. Én is, az én verseim is valahonnan a lelkem mélyéből jönnek elő. Magam is nagyon sokat gondolkozom ezen, hogy vajon 14 éves koromtól kezdve, akkor írtam az első verset, honnan jönnek ezek a gondolatok, és miért pont a költészet az, ami engem igazából megfogott, és ebbe a irodalmi művészeti irányba mentem el, és ebben próbálok alkotni. Nagyon, nagyon szeretem amúgy a másfajta művészeti ágokat, a képzőművészetet, a zenét, mert azt gondolom, hogy minden művészeti ág egymás testvére. Tehát azokból is táplálkozom, amikor leülök és írok. A mai napon nem csak te mutatkozol be itt költőként, hanem más költők is vannak. Ilyenkor ugyan saját érzéseit próbálja az ember kiadni egy versben, egy alkotásban, de tudsz kis tapasztalatot szerezni, illetve barátságok kialakulnak-e költők között? Hogyne, természetesen. Én mindig tanulni jövök tulajdonképpen egy ilyen rendezvényre, vagy akár az írótáborra is gondolok, Tokajba, illetve Tarcadra szoktam járni rendszeresen. Ott is tulajdonképpen tanul az ember a másiktól, tehát hallgatjuk egymás verseit, egymás prózáit is akár, és azokat feldolgozva a saját művészetünkbe is beépítjük. A mai napon nem csak verseket hallhat majd a közönség, illetve nem csak versekkel hallgathatjátok meg egymást, hanem lesz tánc, ének, képzőművészeti kiállítás. Egy-egy ilyen találkozó mennyi plusz töltetet ad nektek, neked? Nagyon sokat, tehát ahogy említettem is, nagyon sokat tanul az ember belőle, nagyon sokat tud hasznosítani a maga műfajában. És azt gondolom, hogy mi sérült emberek egymás barátjai is vagyunk. Tehát itt a jelenlévő között nekem nagyon sok barátom van, olyan alkotótársam, barátom, akikkel már évek óta jó viszonyban vagyunk, ismerjük egymás műveit, és ez is inspiráló lakhat egymásra. Halász István személyében szintén egy költő mutatkozott be a rendezvényen. A versíró szintén sokaknak ismerős lehet, hiszen ő Sárospatakon él és alkot. 2003 óta írok verseket, tulajdonképpen a versek önmaguktól, szívből jövő versek 2003-ban indult, az Akkordia kiadó pályázatánra jelentkeztem, és 800 pályázó közül választottak ki. És azóta 8 antológiában jelentem meg, ez a 8. antológia, amiből ma bemutatok 3 verset, 2 önálló kötet jelent meg, az Imám a csillagokhoz és a Titkok városa. Az Imám a csillagokhoz című verses kötetet bemutatták az a Sárospataki Főiskolán, és dr. Berte Zoltán szakmai instrukciói mellett, tehát ő írta az előszavot. A második kötet, a Titkok városa, azt bemutatták az Írószövetségbe. Tehát tulajdonképpen ez a szakmai krédó, és ilyen szakmai teljesítmények mellett felkerültem a kortárs magyar költők rangsorába. Hát ez egy relatív fogalom, hogy ki a kortárs, meg ki nem kortárs, de tény az, hogy a verslapon így vagyok bejelölve. Van önálló honlapom, és tulajdonképpen ez 10 év teljesítménye, és ezt feltétlenül el kell mondani, mindig örömmel jövök el a kulturális fesztiválra, mert ez a kulturális fesztivál gyakorlatilag a szelle a fizikailag hátrányban lévő embereknek egy olyan esélyegyenlőségi lehetősége a kultúra hídján keresztül, hogy ezt
örömmel tudjuk megragadni, és tulajdonképpen egy versel tudnám lezárni, vagy egy verszímmel szeretném lezárni ezt a kis beszélgetést, hogy a másik arc. Ez lesz az új kötetemnek a címe, mert van egy olyan elképzelésem, hogy van négy antológia, és van egy pár új vers, és abból jön a harmadik kötet, aminek az lesz a címe, hogy a másik arc, és ez a vers itt is bemutatásra kerül. Ez a másik arc azért érdekes, mert igenis sokszínűek vagyunk, igenis igényekkel rendelkezünk szellemi, fizikai értelemben, és minden ilyen megmutatkozás, minden ilyen lehetőség, amit a szövetség biztosít évek óta, és ezt még egy dolgot el kell mondani, hogy igazán Dávid Benedek elnök úr adta meg a nagy lehetőséget, mikor Pista azt mondta, itt van ez a pályázat, küldje, de tehát, hogy mennyire kötődöm ehhez a körhöz, ez pontosan ez mutatja, hogy ő adta meg a lehetőséget, Pista küldte el a verseket, és 800 pályázó közül kiválasztottak. Tehát, és 10-13 éve, ha akkor nincs ez a lehetőség, akkor sehova nem jutok el, hanem írogatok magamnak az asztal. És ez a megmérettetés, mert igen, mikor az ember a nyilvánosságot fölvállalja, akkor ez egyfajta megmérettetés. És ez a megmérettetés igazán is önbizalmat ad az embernek arra, hogy minden lehetőséget, amit az élet kínál, azt a emberi motiváltságával próbálja teljesíteni a olvasói számára, a szűkebb és tágabb környezetei számára, mert ezeknek a kulturális fesztiváloknak van egy óriási jelentősége, hogy a régiók szerepét kiemelik, nem csak munkahelyteremtési produktummal, nem csak segélyedési szempontokkal, hanem megmutatja azt a szellemi bázist is, amely tulajdonképpen egy régiót kiemelhet, anélkül, hogy néznénk a gazdasági összefüggéseket. És ezért is van különös jelentősége ennek a kulturális fesztiválnak. Nem csak ön van jelen itt költőként, ön ugye Sárospatakról jött, de nem kell messzire mennünk, hiszen itt van Bodnár László sátora, a jóhelyi költő is. Ezek a találkozók, vagy a mindennapok során költő-költő között van-e hit, van-e kapcsolat, merítenek-e egymásból ötletet, energiát? Természetes, az teljesen természetes, hogy Bodnár Lacika barátommal, de nem csak Bodnár Lacival járok a írótáborban 8-10 éve, és ott ezek a szellemi kapcsolatok, ezek megmaradnak és élőek. És pontosan az előbb mutatta az új kötetét, és örömmel vettem kezembe, mondta, hogy fogja dedikálni. Tehát ez mi? És hogy mondjam? Hát ha valaki megérti Lacit, akkor én vagyok. És ha valaki drukkol neki, az is én vagyok. A kulturális találkozón nem csak a helyi és környékbeli előadók és alkotók mutatkoztak be. Dargai Béla például Miskolcról érkezett, és már nem először vett részt a kulturális találkozón. Operett és opera előadásával varázsoltál a közönséget. Oh,
én a hangommal teszem azt, amit teszek, és ezáltal örömöt szerzek az embereknek, boldoggá teszem az embereket azzal, amit csinálok, és ezért teszem. Ezért énekelek. Mióta énekel, hogyan került kapcsolatba az éneklésre, illetve tanult valakitől, vagy ez ilyen saját belülről fakadó tehetség? Én azt hiszem, hogy ez saját belülről fakadó tehetség, ahogy teszett is fogalmazni. Ez már pici gyerekkorom óta bennem van, csak valahogy most teljesedett ki igazán. Hogy eljöttem nyugdíjba, most van alkalmam, lehetőségem, időm, energiám ezt tenni, ezt gyakorolni, ezt művelni. A mai nap ugye a fogyatékkal élők, a mozgáskorlátozottak kulturális találkozójának ad helyet szép halom. Egy ilyen rendezvény ön szerint mennyire segíti a kapcsolatok ápolását, kiteljesítését? Nagyon, nagyon mérehatóan segíti a kapcsolatok ápolását ezek között, az emberek között. Óriási haszna ez ennek a rendezvénynek, hogy ezt ápolhatja, elérheti az ember. Ön hanyadik alkalommal van jelen ezen a rendezvényen? Negyedik alkalommal, ha jól emlékszem, vagyok jelen ezen a rendezvényen, és mindig meghatottan jövök ide. Emlékszem az első alkalommal, amikor itt voltam, olyan hatással volt rám, most is természetesen, mint egy szentélybe, de valójában egy szentélybe jött be az ember, és nem tudja kivonni magát a hatása alól. Vegyük azt, hogy ez a Magyar Nyelv Múzeuma. Azt hiszem, hogy ha jól értesültem, jók az értesüléseim, akkor Európában talán nincs is más nyelvnek múzeuma. Ez egyedülálló talán Európában, és egy ilyen helyen lenni, előadni, énekelni, az egy csodálatos érzés. Említette, hogy negyedik alkalom, amikor már itt van. Már akkor barátságok is szövődhettek talán a rendezvényeken, valóban így van. Illetve azon kívül, hogy itt találkoznak, az év mindennapjaiban van-e arra lehetőség, hogy ápolják a kapcsolatokat? Hogyne, természetesen. Van erre lehetőség. Különböző rendezvényeken, országos rendezvényeken találkozunk, és mindig örülünk egymásnak, ha ilyen helyeken találkozunk. Most is természetesen nagyon sok kedves ismerőssel, baráttal találkozom, és ez felemelő érzés. A kulturális műsorokat képzőművészeti kiállítás kísérte, melynek keretében a hölgyek elsősorban kézi munkáikat mutatták be, közöttük a Király Helmecik Görmöndi Ibolya is. Nagyon szeretek idejönni, mert bemutathatjuk a kezünk munkáját, amit készítünk hobbi szinten, mert csak szórakozásképpen, mondjuk engem nagyon érdekel ez a kézi munka, és gyerekkorom óta csinálom a horgolást, sőt azelőtt hímeztem is, csak már a szemem nem engedi annyira, úgyhogy nagyon jó, mert itt az emberekkel találkozunk, összejövünk, tapasztalatot cserélünk.
Ön hogyan került kapcsolatba a Zemplén Térségi Szövetséggel? Hát úgy kerültem kapcsolatba, hogy nálunk is működik ez a rokkantszervezet, és mi szoktunk minden éven rendezni ilyen sportnapot, oda meghívtuk a szervezetet, és aztán ők visszahívtak minket, és így kerültünk kapcsolatba egymással. Mondta, hogy már több éve visszajár, alakultak egy barátságok, és amint láthatjuk, több kiállító van, aki kézmunkákkal érkezett, tudnak-e tanulni egymástól? Megkérdezgetik-e egymást a technikáról esetleg? Igen, természetesen megkérdezgetjük egymás munkáját, hogy ki hogyan csinálja, vagy ez hogy készült, és alakultak ki barátságok is. Azokról a kézi munkákról, amiket ön elhozott, most mit lehet tudni, melyik tájegységre jellemzőek esetleg? Hát konkrétan nem tudom megmondani, mert én újságokat szokok vásárolni, és abból horgolok. Német újságok, aztán Csehországból ilyen újságok, és nem tudom konkrétan megmondani, hogy milyen tájjellegű. Gondolom nem ennyi kézi munkával rendelkezik, amit most itt kiállított. A családja mennyire szereti ezeket a kézi munkákat, mennyire használják szívesen? Hát szívesen használják, úgyhogy édesanyám is készítette már, sőt, mikor férhez mentem, anyósom is nagyon szerette a kézi munkát. Én is szeretem, és a lányaim is ugyanígy készítik, és szeretik fel is használni. A rendezvényt a One Life Dance Táncszínház műsora zárta. A mozgáskorlátozottak Sárospatha Kézzámtén Térség Egyesülete pedig már a 10. jubileumi kulturális találkozó és kiállítás megrendezésére készül.